Ne már, bíró úr! Ne csinálja már ezt velem! Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Istenem, srácok, nem hiszem, hogy komolyan megy egy csöndet a teremben. Nagyon jó, de hát ártatlan. Ártatlan vagyok, nem csináltam semmit. Az esküdszék, mindenki így gondolja, legalábbis remélem. Dehogy ártatlan, de nem csináltam semmit. Nem tehetek semmiről, esküszöm, hogy nem én voltam. Én nem követtem el semmit, engedély nélkül vezetett. De hogyan, honnan tudtam volna, hogy kell a Minecraft kocsihoz jogsi? Honnan tudtam volna? Fogalmam se volt róla, ember. Ne csináld már ezt, szóval. Mi szóval? Dani, igen, bíró úr. Mit tudok önnek nyújtani, mit szeretném, vagy mi a ítélet? Elítélek egy nap közmunkára? Ó, az amúgy annyira nem is durva. Azt mondom, hogy ilyen börtönbüntetés meg ilyenek lesz. Terem szolga. Wow, durva emberek vannak amúgy, itt most veszem észre. Hát bíró úr, én nem tudom, hát jó legyen igazából, ezt még talán szerintem kibírom, ez azért annyira talán nem durva. Legalábbis valami olyasmi, ja. Istenem, srácok, már megint hova kerültem, és minden járda mellett ásnod kell egy gödröt, minden járda mellett. De hát ez több, mint, hát mondjuk lehet, hogy nem több, és amint meg vagyok, vége a büntetésnek? Nagyon remélem, hogy akkor már vége a büntetésnek. Hát jó, oké, igen, Istenem. Jó van, kezdjünk neki, vagy nem tudom. Hát köszönöm szépen, ügyvéd úr. Hát mindegy, jó van. Na, sziasztok, akkor tárgyalást lezárva. Srácok, akkor szerintem menjünk is csinálni a dolgunkat, kaptunk egy ilyen izét. Hát jó, kezdjünk el szépen, akkor én szerintem így áskálódni, és akkor ásni ilyen izét, ilyen... Mit mondott? Ilyen cuccot, nem? Mi ennek a neve? Már tudom, hogy mi ennek a neve, de ilyen gödröt, ilyen gödörfélét. Na, így jó szépre megcsináljuk, ezért mégis csak normális legyen, ne legyen túlságosan ronda, meg ilyenek. Így szépen végig ássuk, így ahogy van így az egészet. Nagyon jó. Oké, és hol kéne folytatni? Menjünk mondjuk így errefele, jó? Oké, szépen csináljuk itt végig mindenhol, és legyen valami szép, akkor legalább talán többet ilyen helyzetekben nem fog kerülni, és nem fognak minket közmunkára ítélni, meg ilyenek. Fú, Istenem. Fú, Istenem, mondjuk ezek alatt gondolom, hogy nem kéne kiásni, na mindegy. Jó, így is van. Mi ez a nagy gödör? Itt van egy nagyon nagy gödör, de mindjárt lenézünk. Itt egy óriási nagy gödör. És ez megy valahova. Ez megy valahova. Nézzük már meg, hogy ez hova vezet. Mennyire király már? Itt egy létra. Nem már felmászunk? Felmászok. De jó. Itt ez valami, jó, ezt issük ki. Nem tudom, hogy ez mi és hova vezet, de nézzük meg, hogy ez itt mi. Ez a bíró úr? Hello! Jó napot! Mi van? Hogyan? Vagy mi vezet ez ide? Vagy miért vezet ez ide? Hello, maga mit keres itt? Hát nem tudom, igazából beástam ide valahogy. Ástam a gödröket, amiket mondott, úgymond, tudja, betör a házamba a közmunka közben. De ez ott volt az izébe, az árokban, ja árok, igen, eszembe jutottam, hogy az árokban, amit ez már több, mint felháborító, de bíró úr, erről nem én tehetek, komolyan mondom, nekem ez nincsen közöm, ott volt egy ilyen árok, és ide vezetett a maga házába, hát de komolyan, nézze meg maga, vagy nem tudom, Istenem, és most megint én vagyok a bűnös, mi az, magyarázkodjon a bíróságon, ne már, most megint bíróság lesz, nem akarom, azonnal gyere velem, ne már, nem akarom, Istenem, muszáj lesz, jaj, de jó, de nézd meg, milyen szép gödröket ástam. Várjunk, adtam egyet, jó. Jövök, de jó. Jó van, nagyszerű. Ügyvéd úr, nagyszerű, hát még itt van mindenki, csodálatos. Jó van, oké. Jó napot kívánok újra mindenkinek, hello, újra itt vagyunk, szép jó napot. Jó napot.
Hát igen, megint itt vagyunk, mi történt? Hát annyi történt, hogy én ástam ugye az árkokat, ami ki volt nekem szabva, és ott volt egy nagy gödör, ami az ő házába vezetett, és ezért most idehozott engem megint, szóval nagyjából így ennyi történt. Nem igazán szeretném húzni az időt, hát jó lenne, hogyha inkább béké hagyna, és te tudnánk ezt annyival zárni, hogy elengedést nem csináltam semmit, mert nem én tettem róla, én nem csináltam semmit. Szóval az ügyvéd és az ügyész úr elmondom az ítéletet. Ítéletet ilyen rövid idő alatt? Ez a bíróságnak a lényeg, hát azért nem azért mondom, de nem ilyen gyorsan szoktak ítéletet mondani, vagy nem tudom. 500 nap közmunka? Mi van? Azért, mert beástam a... Jézusom! Jézusom, de úristen! De úristen, de nagyon... Magánsértés! Mi a magánlagsértésért? Hagyjál már békén! Fú, de... Jó, inkább nem csinálok semmit, mert még a végén még börtönbe ez a Dani. Jó, nyugalom ügyvéd, nem fogok semmi ízét csinálni, de... Jézusom, hát ez mi? Ez be fogom perelni magát! Mit kaptam? GPS. Most komolyan még meg is figyelnek? Még meg is figyelnek engem? Ezt tegy el! Még meg is tudnak engem figyelni. Jaj, de jó! Oké. Csodálatos. Na jó, inkább hagyjanak is békén, jó? Inkább hagyjanak is szerintem békén, mert én, hogy többé ne szökjön el közmunkáról. Én nem szoktam el sehonnan! Hagyjatok békén! Ha, vidd el a szemeteket! Milyen szemeteket és hol vigyem el? Vagy mi? Mi? Hogyan? Hogy érted? Minden ház mellől? Minden kukát ki kell ürítenem? Ne szívassatok már! Nem akarom! Nem akarom ezt csinálni! Elegem van! Elegem van! Utálom ezeket, de komolyan mondom, jó, mindegy, úgyis közmunka, ezeket meg kell csinálnunk. Szépen szétszedjük a szemeteket, de jó, én lettem szemetes Dani. Istenem! De jó, hogy ilyenekre fognak minket, miközben semmi közünk nincs az egészhez. Egyszerűen csodálatos. Minden háznál van ilyen szemetes. Jaj, de jó. Akkor szerintem bőven el leszünk jó pár ideig, és jó pár ideig szeretjük a szemeteket. Hát ez valami fenomenális, mit nem mondjak. Jaj. Srácok, a nagy tiszteletű Tamás bíró telefonja. Itt van a bírónak a telefonja. LOL! Hogy került ide a bírónak a telefonja? Itt az egyik kukába. Jó, oké, szerintem ezt elvisszük mindjárt a bírónak. Legalább le... eskü! Lehet, hogy elvisszük neki, és akkor azt fogjuk mondani, hogy megbocsájt, meg ilyenek aztán. De jó lenne. De jó lenne, hogyha ez miatt mondjuk levonna egy kevéske ítéletet a dologból, vagy valami. Mert amúgy nem tudom, értitek, mégiscsak tök menő lenne. Még a bíróságnak is van kukája, de jó. A csomó kukába, a kuka amúgy üres, és nincs benne semmi mondjuk, érdekes. Na mindegy, jó, aztán meg vagyok mindennel, oké? Király, vigyük el a bíróhoz a telefont. Oké, ez egy esély arra, hogy megbocsásson nekünk. Hol is van a bíró? Hol is nekik a bíró? Keressük már meg, jó, közben gyors kajálunk. Ott van a bíró, oké. Jó. Jó napot. Hoztam valamit, én magát már nem hiszem el. Jó napot, megtaláltam a telefonját, ott volt kint a telefonja, visszahoztam önnek. Remélem, hogy ezzel úgymond így egy kicsikét jobban fog engem kedvelni, és nem fog komolyan. Igen, ott találtam az egyik szemetesben. Visszahoztam önnek, gondoltam, hogy nem tudom, hiányzik, vagy bármi, és ezért, ja, gondoltam, hogy így barátok lehetünk, vagy jobban lehetünk egymással, vagy nem tudom. Engedély nélkül vezet, betör és ki is rabol? Milyen kirabol? Visszahoztam a telefonját! Ott volt az egyik kukába a telefonja. Én visszahoztam neki, és most elkezd nekem izélni, elrabolta a telefonomat. Ne, nem hiszem el! Maga nagyon buta, most hoztam vissza magának! Nem tudom, hogy mi csináljak, srácok, de úramatyám, menjünk a bír. Már! Ne csináljuk ezt már! Nem hiszem el! Most ez komoly! Ne csináljuk már ezt, bíró úr, könyörgöm! Ne csináljuk ezt! Én nem tettem semmit! Én nem vagyok rossz! Mi folyik itt? Hát csak a szokásos, megint elhoztak engem oktalanul a bíróságra, miközben semmit nem csináltam, csak visszahoztam a bírónak a telefonját. Tök jó, jó napot! Hát neked is nagyon jó napot, bíró úr! Tényleg csodálatos napot kívánok! Istenem! 1250 nap közmunka. 1250 nap közmunka? Mehetnek dolgukra. És hol marad a tárgyalás? Hol marad a bizonyíték? Bármi, ha?
te csak úgy random kimondasz egy számot, hogy ennyi? Nem lényeges. Mi az, hogy nem lényeges? Te úgy megy azt, hogy te csak random kitalálsz valamit, és nekem azt meg kell csinálni. Hú, de elegem van ebből a bíróságból. Ez nem okés. Ez maga egy elvetemült bűnöző. Én vagyok az elvetemült bűnöző. Nem hiszem el. Na jó, nem. Én itt untam meg ezt egészet. Szökjünk meg úgy, ahogy van. Szökjünk meg tárgyalás befejezve. Jól van. Szedjél, hol van? Hol a háza? Hol a háza ennek a bírónak? El is felejtettem már. Itt a háza. Bíró úr, parancsol, ide dobálom a szemetét, itt van a GPS-e. Itt van minden, na jó van, tessék. Ennyi, na mi van? Menjél befele, ott van a szemeted. Fú, de elegem van, ez mi? Hagyjál békén, jó? Elegem van belőled, ennyi volt. Menjél be szépen. Menjél be, szökik. Nem akarok bántani, na menjél be a házadba. Elegem van belőled. Menjél be, jöjjenek. Na, álljál meg ott szépen, menjél be a házadba. Úgy van. Hello, na ott benn maradsz, nagyon jó. Menjél be, nem mondom kétszer. Ennyi. Csá. Ha Istenem, elegem van ebből a bíróból, én innen elhúzok, én ebből a faluban nem maradok, nem kérek cső. Ha Istenem, úristen, csak szabadságvesztés. Jól van, azaz, csináld magadnak, hogyha akarod, ítélet meghozza, jól van. Én szépen lépek ebből a faluból, ezzel a bíróval többet nem akarok találkozni, nem is látjuk többet, nagyon remélem. Mert ez a bíró, ez valami elvetemült, jöjjön vissza. Nagyon elhitte, na most mit fogsz csinálni, bíró úr, ha? Jaj, le lesz tartóztatva, jól van? Majd 80 faluval arrébb találkozunk. Hú, na jó van, srácok. Köszönöm szépen, hogy tudok lenni a videóban. Úristen, nagyon fejlesztett ez a bíró. Nagyon-nagyon gonosz volt, és nagyon utálatos. Ja, na jó van, köszönöm szépen, hogy tudok srácok ebben a videóban. Ha tetszett, dobd egy lájkot, és köszönöm fel a csatornámra. Találkozunk a következő videómban. Ezzel videó után kezdődik a következő videóm, a Dani... hol is kezdődik? A Dani kalandok. Dani kalandok nem csatornában, azt hiszem, igen, ott találkozunk. Szóval, ja, köszönöm, hogy tudok, találkozunk a közelebb. Sziasztok!